Az Európai Unió 2022-t az ifjúság európai évének nyilvánította. Ez a gesztus azt is jelzi, hogy az ifjúság politika prioritást kell, hogy élvezzen idén az Európai Tanács és az Európai Parlament naptárában. A Kolozsváron esedékes idei programokról, valamint arról, hogy miben is tud konkrétan segíteni az Unió a fiataloknak, egyáltalán milyen elvárásaik vannak a fiataloknak az Unió intézményeivel szemben, erről beszélgetek a továbbiakban Farkas Andrással, a Pont csoport vezetőjével. Szervusz Andris, köszönöm szépen a türelmedet. Köszönöm a meghívást. Ugye a Farkas András neve ismerősen cseng, még a 2015-ös Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosa cím kapcsán, és aztán utána folyamatosan minden olyan témával kapcsolatban, amely valamilyen formában az ifjúság politikához kötődik. Éppen ezért kérdezem, hogy meglepetésként érte benneteket, szakembereket, az, hogy az ifjúság európai éve lett 2022, vagy sem? Nem, igazából a koronavírus válság elejétől mondjuk már azt, hogy a leginkább, az egyik leginkább negatívan érintett társadalmi csoport az a fiatal generáció. Ráadásul abban a szerencsétlen helyzetben is vannak, hogy mivel a megbetegedés aránya sem akkora a fiatalok körében, és a gazdasági teljesítménye a fiataloknak sem akkora, mint a felnőtt generációnak, ezért az elmúlt két évben egy kicsit mellőzve lettek a fiatalok, és emellett viszont olyan hatásokat érzékelünk, mint a mentális egészség, a szocializációs igény, amelyek olyan rendszerszerű problémákat eredményeztek, amelyek talán azt is oda is vezethetnek, hogy egy teljes generációt elvesztünk a társadalmi fejlődésben. Milyen programokra számíthatunk? Ugye itt az előző percekben mondtam, hogy Kolozsvár is gazdag programsorral várja majd idén az érdeklődőket, többnyire gondolom a fiatalokat, de nem csak. Milyen programokkal készültök? Gyakorlatilag azt akarjuk megmutatni, hogy Kolozsvár egy olyan város és egy olyan ökoszisztéma, amely képes releváns, európailag is hasznos modelleket felépíteni, képes városszinten gondolkozni, képes a szereplőket összekötni, és képes olyan gyakorlati megoldásokat nyújtani, amelyek egyrészt magyarázzák azt, hogy az európai szinten megfogalmazott politikák hogyan működhetnek a gyakorlatban helyi szinten. Nem utolsóban pedig nagyon remélem, hogy azt is fogják jelenteni, hogy az európai központi intézmények hallgatnak ezekre a helyi megoldásokra, és ezeket megpróbálják beépíteni a saját közpolitikáikba a következő években. Konkrét programok már vannak, hogy például, tudom is, én kerekasztal bizonyos tematikák kapcsán, amelyek ugye konkrét programokhoz szoktattatok hozzá, itt az elmúlt évek videótékájából állítottunk össze néhány képsort, mutatván azt, hogy igen, csak gazdag programokkal jelentkeztetek eddig is, és hogy nagyon sok fiatalt megmozgattatok, megszólítottatok. Egyrészt a Fix Kolozsvár program most jut abban a fázisban, amikor 40 kezdő vállalkozót, kezdő fiatal csapatot kezdünk inkubálni, megkapják az első értékű 3000 eurós értékű díjat az önkormányzat részéről, és ennek a gyakorlati fejlesztése tovább megy. Másrészt májusban nem csak az Európai Ifjúsági Fővárosok hálózata, de úgy tűnik, hogy a Europe Goes Local európai hálózat is Kolozsváron fog találkozni. Ez azt jelenti, hogy 200 önkormányzat képviselője Kolozsváron fog arról beszélni, hogy az ifjúsági munka és az önkormányzati munka hogyan kell alakuljon annak érdekében, hogy a városok tényleg a fiatalok igényeire tudjanak megoldásokat kidolgozni. Sőt, amit nagyon hozzátennék, és amit ki fogunk hangsúlyozni, hogy nem fiataloknak kell tenni dolgokat, hanem fiatalokkal kell tenni dolgokat. És ilyen értelemben az én szempontom is csak egy ifjúsági munkás szempontod lenni, ugye én magam sem vagyok fiatal, éppen ezért mindent meg kell tegyünk annak érdekében, hogy a fiatalok mondják elő, mit akarnak, és a fiatalok aktívan belegyenek vonva azokba a döntésekbe, amelyek révén utána a városok, meg tovább vihetjük ezt az ország, Európa, azt szerint cselekszik, ami az ifjúságnak az igénye, és ezt úgy teszi, hogy közben aktívan bevonja a fiatalokat abba a cselekvésbe. Ennek konkrétan mi lehet a folyamata? Teszem azt, Kolozsvár helyi önkormányzata bizonyos döntések előtt áll. Megkeresi az ifjúsági szervezeteket, és konzultál velük a bizonyos döntések kapcsán, vagy mi lehet ennek a folyamata? Igen, az ifjúsági szervezetek szerintem ez egy nagyon fontos irányvonal, viszont és remélem az ifjúsági szervezetek nem fognak megharagudni. Van egy statisztika, és ez azt mondja, hogy a fiatalok 70%-a nincs megszólítva az ifjúsági szervezetek által. Ez azt jelenti, hogy ifjúsági szervezetek, döntéshozók, önkormányzati vezetők, önkormányzati alkalmazók, mindenki, ki kell lépjünk a saját búránkból.
nagyon sok olyan fiatal van, akit semmilyen formában nem tudunk megszólítani. Vagy azért, mert egy másik társadalmi csoporthoz tartoznak, vagy azért, mert külvárosban vannak, és külvárosban nem vagyunk jelen. Számtalan vetületét hozzátennék. A magyar közösségnek egy sajátos vetülete van ebben. Viszont az Európa Ifjúsági Éve remélem egy olyan típusú felkiáltójel is lesz, hogy minden fiatalt el kell érjünk, és addig kell próbálkoznunk, míg ezt megtesszük. És éppen ezért nem működik az, hogy várjuk, hogy majd a fiatal bejöjjön az ifjúsági szervezethez, bejöjjön az önkormányzathoz, bejöjjön valahova, ahol mi vagyunk, hanem nekünk kell kimennünk. És hogyha ez azt jelenti, hogy rövidújus formába kell kimennünk, akkor rövidújú formába kell kimennünk. Ha azt jelenti, hogy este 9-kor kell kimennünk, mert a fiatalnak akkor van ideje szocializálni, mert délben 2-kor nincs ideje, akkor este 9-kor kell kimennünk, és nem szabad megelégednünk azzal, hogy mi 9-től 5-ig végezzük a dolgunkat, aztán, hogyha a fiatal jön, jó, hanem akkor pedig majd meglátjuk, mit csinálunk. Igen, én csak abban reménykedek, hogy nyitott fülekre talál mindaz, amit te most itt elmondtál. Beszéljünk egy picit a fiatalok szemszögéből nézve az Európai Uniót és az unió intézményeit erről is. Mit vár el a hazai, tegyük fel, erdélyi magyar fiatal az unió intézményeitől, ha egyáltalán? Sajnos azt kell mondjam, hogy én nem tudom, hogy az erdélyi magyar fiatal mit szeretne, és időnként az az érzésem, hogy egy kicsit el vagyunk szakadva a többségi társadalomtól. Úgy gondolom, hogy ha viszont a fiatalról beszélünk összességében, akkor is, hogyha a magyar az anyanyelve, vagy román az anyanyelve, vagy éppenséggel egy expat, aki Kolozsváron tanul, akkor a fiatal tanulni szeretne, tapasztalni szeretne. Egyre inkább belátja, hogy nem csak a hagyományos oktatási formában elsajátítottakra van szüksége, hanem olyan típusú idézőbe vett soft skill-ekre, amiket lehet, hogy sem az egyetem, sem az iskola nem tanít meg, viszont a munka, a foglalkoztató, tehát a cég, az alkalmazó ezeket nagyon is keresi. És szerintem a fiatal menni akar és látni akar. Épp ezért az, hogy az Erasmusnak a költségvetése, nem is tudom pontosan, de legalább megduplázódott, de lehet, hogy megtriplázódott a ebben a 7 évben. Ez azt jelenti, hogy nem csak a mobilitási projektek száma nőtt meg, vagy nőhet meg, hanem az egyik típusú együttműködés, akár az önkormányzatok együttműködése is. Ez azt húzza alá, hogy az Unió felismerte azt, hogy ez egy alapvető tényező. És az Unió stratégia nagyon egyszerű dolgot mond. 3 szóban határozza meg. Engage, connect, empower. Az engage az az, hogy lépjél kapcsolatba a fiatallal. A connect az az, hogy kapcsold össze a fiatalokat európai szinten, tehát ne csak helyi szinten kapcsold össze. Persze egy városnak az a dolga, hogy helyi szinten kapcsolja össze, de egy uniós intézménynek vagy intézményrendszernek az, hogy európai szinten a svéd fiatalt a portugállal, a románt az angollal sajnos most már nem, de a franciával vagy a némettel, mert hogyha ez a körforgás beindul, ez pont olyan, mint a vérkeringés egy testben, attól lesz aktív a test, hogy a vér jól kering benne. És ezt kell tennünk, minden szinten meg kell teremtsük a lehetőségét, hogy tapasztaljanak, menjenek, lássanak, természetesen győzzük meg utána őket, hogy jöjjenek haza. És ebből a szempontból is a COVID sajnos pont ezt törte ketté. Több mint egy évig alig volt ifjúsági mobilitás európai szinten, most is még nagyon akadozva működik, főleg a téli időszakban. És ha valamit tudunk tenni ezzel az Európai Ifjúsági Évvel 2022-ben, remélhetőleg annak tükrében is, hogy talán az Omikron, hogyha tényleg egy kicsit gyengébb fertőző, akkor újra tud indulni jobban az élet. Mindent meg kell tegyünk azért, hogy ez a szocializáció helyi, országos, európai szinten újrainduljon, fiatalok tapasztaljanak, bevonódjanak, részt vegyenek a döntésekben, mert ettől várnak a társadalom aktív részévé. És Európának is, nekünk is Kolozsváron erre van a leginkább szükségünk. Ha ezt nem érjük el, akkor ennek 10 vagy 20 év múlva a hatásait nagyon érezni fogjuk a társadalom alakulása szempontjából. Érthető. Most zajlik amúgy az Európa jövőjéről szóló vita is, ez egy Európai Unió által indított nagyméretű projekt. Nem tudom, hogy van-e nektek visszajelzésetek arra vonatkozóan, hogy például a hazai fiatalok mekkora arányban szólalnak meg, amikor megkérdezik őket, hogy szerinted milyen kellene legyen Európa jövője? Gondolkoznom kell, nincsenek még adataim róla. A kérdésfeltevés is nagyon érdekes. Szerintem nagyon fontos sok kérdést feltenni. És adott esetekben úgy érzem, hogy mi mindannyian nem tudunk könnyű kérdéseket feltenni. Lehet, hogy nem arról kell megkérdezni a fiatalt, hogy milyennek szeretné Európa jövőjét, hanem lehet, hogy azt kell megkérdezni tőle, mit szeretnél te 10 év múlva, mit szeretnél a saját életedben 10 év múlva. Hogy érzed, mire van szükséged 10 év múlva, és lehet, hogy a fiatal ezt egy nagyon,
hogyan, nem egy európai dimenzióban, hanem egy szűkebb élettér szempontjából fogalmazza meg. Azt fogja elmondani, hogy az ő városában, az ő településében, az ő régiójában, az ő országában mire van szükség. És Európának, ha valamit kell tennie, akkor az, hogy mindezt szintetizálja, és megtalálja a közös pontokat abban, hogy mi az a helyi igény, mi az az országos és európai igény, és ezekben találja meg a közös nevezőt. Én egyébként úgy gondolom, hogy a fiatalok viszonylag kevésbé euroszkeptikusabbak, mint az idősebb generáció, sokkal Európa orientáltabbak, és olyan kérdések érintik, ami most már Európát is egyre inkább foglalkoztatja, kicsit kényszerből is, mint a klímaválság, de természetesen olyan dolgok is, hogy akkor mi van a mentális egészségével a fiataloknak, ezt az unió alá is húzta, hogy miért kiáltotta ki Európát, az évet európai ifjúsági évének, tehát a mentális higiénia az megjelent. Én remélem, hogy ezekre hallgatni fognak a döntéshozók, és hogy ennek az évnek a hatásait igazából nem ennek az évnek a végén fogjuk tudni lemérni, hanem tényleg az az 5-10 év múlva, amikor egy folyamatok beérnek, és egyik vagy másik irányba elmozdulnak. És én nagyon remélem, hogy Kolozsvár ez nagyon aktívan hozzá fog tenni egy modellt arra, hogy ezt városi szinten hogy kell csinálni. Farkas András, várjuk nagyon nagy szeretettel a Kolozsváron következő programokat az Európai Ifjúsági Év során, és biztos vagyok benne, hogy ezeknek kapcsán még sokat fogunk beszélgetni. Most engedlek, úgy tudom, hogy éppen egy konferenciára sietsz, úgyhogy sok sikert ahhoz is, köszönöm, hogy bekapcsoltál. Köszönöm szépen a meghívást!